Farkas Ildikó polgármester már a Kunadacsi Művelődési Központ új kazánjait mutatta be nemrégiben Gyopáros Alpár kormánybiztosnak és dr. Salasz László országgyűlési képviselőnek. A Magyar Falu programnak köszönhetően a település összesen 17,5 millió forintot nyert el a fejlesztésre, amelynek köszönhetően teljesen új fűtőtesteket és modern kazánokat kapott az épület, jelentősen gazdaságosabbá téve az üzemelést. Kunadacs az épület felújításokon felül járdaépítésre és sportparképítésre is sikeresen pályázott. Gyopáros Alpár kormánybiztos a fejlesztések bejárásán hangsúlyozta, a Magyar Falu programnak a falusi csok, valamint az útfelújítások mellett fontos pillére a helyi életminőség javítását célzó kisléptékű falusi fejlesztések támogatása. Komoly beruházáson esett át a Kunadacsi Művelődési Ház, de azért tegyük hozzá, én magam életemben először járok a faluban, de ahogy megérkeztem a művelődési ház elé, már tudtam, hogy mi lesz a következő lépés, mert hát a külső homologozatára is, ahogy polgármester asszony elmondta, az épület tetejére is ráférne a felújítás. És én bíztatom is arra, hogy a következő évben, években nyújtsa be a pályázatait ennek az épületnek a felújítására, vagy egyéb helyben adacson fontosabb más célokra. Mert hogy pont ez a Magyar Falu program, ezen a programjának a lényege, hogy olyan életminőséget javító intézkedéseket finanszírozzon a kormány, amely arra ösztönzi, nagyon-nagyon tágabb értelemben arra ösztönzi a helyben élő, helyben nevelkedett, itt született fiatalokat, hogy maradjanak helyben, hiszen javul az életminőség, működnek az intézmények, megújul az óvodaépülete, megújul az orvosi rendelőépülete, megújulnak az utak, és egyébként nem mellesleg mondjuk egy komoly támogatást kínál a kormány például a falusi csok keretében lakhatási célokra. Kunadacson konkrétan három pályázati támogatási igényt nyújtott be a település a tavalyi évben a Magyar Falu program keretében, részben a művelődési ház fűtés korszerűsítésére, részben orvosi rendelő, szintén hasonló célú korszerűsítésére, illetve járdaépítésre összesen 22 millió forintot nyert el a település, és emellett pedig egy felnőtt úgynevezett sportparkot építünk az idei évben Kunadacson. Összességében egyébként tavaly 16 pályázati kiírást jelentettünk meg ebben az alprogramban, és megközelítőleg 60 milliárd forintnyi támogatási igényt elégítettünk ki. Bács-Kiskun megye nagyon szépen szerepelt, hozzá kell tennem, mert összesen Bács-Kiskun megyében 250 nyertes pályázóról és 3 milliárd forint támogatási összegről tudok beszámolni. Tudunk-e mondjuk országos adatot mondani, hogy hány pályázó volt, hány faluba jutott el úgymond így módon a segítség? Igen, nagyon-nagyon népszerű volt a program, hiszen összesen 2887 olyan település van ma Magyarországon, amely a Magyar Falu programban érintett, azaz 5000 lélekszám alatti település, és a 2887 település összesen több mint 11000 pályázatot nyújtott be, ennyi pályázatot kezeltek a kollégáink, egészen pontosan 11069-et, hogyha nagyon tűpontos számot kell mondanom, és megközelítőleg 5500 nyertes pályázatról tudok beszámolni, ez azt jelenti, hogy majdnem minden második pályázat nyerni tudott, és azt is jelenti, hogy átlagosan egy település két nyertes pályázatot tudhat magáénak. A sikeres pályáztatás mellett fontos a jó célzás is. Így lehet biztosítani, hogy a források valóban a helyi igényeket elégítsék ki. Ebben segítenek a választókerületek országgyűlési képviselői. Nagyon sokszor tapasztaltuk az elmúlt, mondhatom, évtizedekben, hogy európai uniós pályázatok esetében olyan támogatási célterületek jelennek meg, amelyek nem a valós igényekhez igazodnak. Arról már is beszélünk, hogy mennyire bürokratikus és bonyolult az európai uniós pályázatok eljárásrendje. És ehhez képest mi, amikor miniszterelnök úr meghirdette a Magyar Falu programot 2018-ban, akkor a munkatársaimmal egy országjárásra indultunk, és több mint 80 helyszínen, Bács-Kiskun megyében és 4 helyszínen találkoztunk helyben lakókkal, nem csak polgármesterekkel, alpolgármesterekkel, hanem jegyzőkkel, önkormányzati képviselőkkel, civil szervezetek vezetőivel, egyházközségi tagokkal, de volt olyan, ahol egy falusi lakossági fórum keretében a helyben lakókkal, és magukat, az érintetteket kérdeztük meg, hogy mik azok a fejlesztések, amelyekre elsősorban szükségük volna, és emellett pedig a kormánypárti képviselőcsoport, a Fidesz és a KDNP frakciók rendszeresen visszatérő témája a frakcióüléseken a Magyar Falu program, és ott nagyon-nagyon sok impulzust kapunk a képviselőtársaktól. Salasz László képviselőtársam pedig különösen aktív ebben a tekintetben, nem is ülünk egymástól messze a parlamentben, ezért ő könnyű helyzetben van. Ő folyamatosan adja a javaslatokat és az észrevételeket, amiket mi mind be is építünk a Magyar Falu programba. Dr. Salasz László a helyszínen elmondta stábunknak, nem véletlen, hogy ennyi információval rendelkezik az alacsonyabb létszámú településekről is.
Nagyon szoros kapcsolatban állok a kis települések polgármestereivel. Két havonta személyesen találkozunk, meghallgatom a kéréseiket, ezeket összegezzük a kolléganőmmel, és így alakul ki a Magyar Falu programnak egy ilyen összegzett tervezete, amit továbbítunk az országos kormányhivatalok felé, és így alakul ki az a végleges támogatási forma, illetve az az összegszerűség, amit az egyes falvakra tudunk fordítani. Mennyire racionálisak az igények, mennyire átgondoltak? Van-e szellemi tőke, ami segít mondjuk egy pályázat megírásba, akár ilyen szempontból is egy faluban? Szerencsére a Magyar Falu program pályázati kiírása, illetve maga a pályázat olyan egyszerűsített pályázat, tehát nem olyan bonyolult, mint az Európai Uniós pályázatok, és így a kis települések is saját kútfőből, saját erővel meg tudják ezt nagyjából oldani. Ami lényeges még, hogy ezek a pályázatoknál felhívjuk a polgármesterek figyelmét, hogy maradjanak azért a földön, tehát ne szálljanak el, és így a racionalitás az kap elsődleges szerepet a faluban, amire a legnagyobb szükség van. Ezek többnyire ugye 5-10-15 milliós pályázatok, pont egy ilyen hiánypótló összeg, amit a topos pályázatokból nem lehetett megvalósítani, kimaradtak belőle, de ugyanakkor egy kis település költségvetését az nagyon megviselni. Van egyébként itt Észak-Bács megyében olyan település, ahova nem jutott ebből a pályázatból? Nem, mi szigorúan ügyeltünk arra, hogy egységesen lakosságszám arányba legyen el ez elosztva. A program 2020-ban is folytatódik. Már Kunadacson is tudják, mi lesz a folytatás. A faluban a közösségi ház tetejét igyekeznek majd felújítatni, ami 8 millió forintot igényelne. De országszerte több száz olyan település van, ahol már tudják, mire szeretnének pályázati összegeket elnyernie.